Szilvesztertől január 6-áig tartott 24 órás ügyeletet az Újpesti Állatvédelmi Járőrszolgálat és a Rex Kutya Otthon Alapítvány, hogy a tűzijátékoktól és petárdáktól megrémült és otthonról elszökött kutyasokat befogják és biztonságos helyre szállítsák. Harmadik alkalommal szervezett úgynevezett petárdakommandót az Állatmentő Liga, illetve a tagjaiból alakult Újpesti Állatvédelmi Járőrszolgálat. Idén először a Rex Kutya Otthon Alapítvány is csatlakozott az akcióhoz, orvosi ellátást, illetve átmeneti otthon biztosítva a megrémült, sérült állatoknak. Hogyan zajlott a szilveszteri petárdakommandó, hogy készültek rá? A Rex Kutya Otthon Alapítvány elsősorban a szabad férőhelyek biztosításával készült. Hozzánk január 6-áig, december 31 és január 6-a között 14 kutyus került be. Eddig 8 sikeresen haza is térhetett a gazdájához. 6 kutyus még mindig várja, hogy haza kerüljön. Ebből, ha minden igaz, akkor pont a mai napon fognak jönni még egy kutyusért. Sérült kutyust kellett ellátni? Volt december 31-én igen egy kutyus, aki sérülten került be hozzánk, az Állatmentő Liga munkatársai hozták be. Róla a későbbiekben kiderült, hogy egy súlyos csontdaganat betegsége van, tehát gyakorlatilag nem balesetesként, hanem ezzel a idült betegséggel került be. A mai napig még az állatorvosi vizsgálatok folynak nála. Mi volt a tapasztalatuk, hogy általában milyen viselkedéssel kerültek ide azok a kutyusok, amelyek megijedtek a petárdáktól? Nagyon vegyes, tehát a legtöbb nyilván nagyon meg volt riadva, félt. Vannak azért olyan kutyusaink is, hál' Istennek, akik ezt talán jobban viselték, tehát abszolút az látszik a magatartásuk, hogy egyébként egy szocializált, barátságos, kedves állat, hogy milyen módon került utcára, azt nyilván ilyenkor nehéz megítélni. Összesen az ebrendészet, a Rex Kutya Otthon Alapítvány és a mi telefonszámainkra közel 150 bejelentés érkezett, ami elég soknak tűnik ahhoz képest, hogy tegnapi számadatok szerint országosan 350 bejelentés érkezett, tehát abból 150-et Budapest megkapott. 53 csippes kutyát tudtunk azonnal hazajuttatni, kerültek be ugye a Rex Kutya Otthon Alapítványba, illetve voltak sajnos 11 esetben, ahol már nem tudtunk segíteni, csak esetleg a gazdát értesítettük, vagy pedig a tetemelszállításba segítkeztünk. Melyek voltak a legnehezebb, legérdekesebb esetek? Az autópályás kalandok nyilván azok mindig eseménydúsak. Volt egy spánielünk, aki szembe rohant a forgalommal a fót fele, ott le kellett állítani a forgalmat a rendőrség segítségével, és hát a kollégáinkkal rájöttünk, hogy az edzettségünk az lassan egyenlő a nullával, mert mire megfogtuk a kutyát, addigra fulladás közeli állapotokba kerültünk, de sikeresen hazajutott az a kutya is. Hányan vettek részt a járőrszolgálatból, de az 5 napos akcióban? Vegyes volt az első napokban többen, akkor 6 autó ment a 31. elsőjén, utána nyilván kevesebb dolgunk volt, de átlagban azért mindig 3 autó volt, és egy olyan 10-12 fő mindig volt. A gazdák, akik visszakapták a kutyusokat, hogyan fogadták önöket? Volt, aki át sem akarta venni a kutyát, mondta, hogy ha hagyjuk, majd hazamegy a kutya. Nyilván ezt nem hagytuk, mert leszedtük az útról és hazavittük, mert már megszokta, hogy mindig kimászkál a kutya. Volt olyan esetünk, ahol, ami egy elég gazdag környéken volt, ahol az úriember az elsírta magát, és azt mondta, hogy nem léteznek ilyen emberek, hogy visszavittük a kutyáját. Majdnem nem jutottunk fel oda, ahol ő lakik, mert a kocsi is visszagurult olyan helyen lakik, de átlagban azért nagyon hálásak voltak. Általában mekkora távokat tesznek meg ezek a kutyák, amikor így meglépnek? Szilveszterkor a minimum alsó hangon egy 2-3 kerületet azért arrébb mennek. Azt észrevettük. Hát akkor kellett menni rendesen utána. Nagyon sokat mentek az autók, igen. Üzemanyag szempontjából is, ezt tudom. Mi lesz azoknak az állatoknak a sorsa, amelyek ide kerültek, de nem jelentkeznek értük? Zömmel most már olyan kutyusok vannak nálunk, akikben nincs mikrocsip, illetve semmilyen egyedi megjelölés nincs rajtuk, tehát nincs rajtuk nyakörvbiléta. Ilyenkor 14 nap karanténidő van mindenképpen, ez alatt az idő alatt az eredeti gazdája jelentkezhet még érte. A 14 nap leteltében állategészségügyi ellátásban részesülnek, oltva, csippezve lesznek, ivartalanítva, és új gazdát keresünk számukra. Vannak kutyusok, melyekért még nem jelentkezett gazdájuk. Talán felismeri valaki őket és szól a gazdiknak. Egyelőre a Rex Kutya Otthon Alapítvány vendégszeretetét élvezik a Káposztás megyeri állatszigeten. Jövőre is lesz petárdakommandó? Igen, lesz. Ez volt a harmadik év. Egyre sikeresebbek vagyunk, és azt el kell mondanunk, hogy az ebrendészeti telepre, ugye az Iratos úti ebrendészeti telepre, ami az állami gyepmesteri telep, egy darab kutyát vittünk be összesen. Tehát ez olyan eredmény, hogy
Nyilván egy új vezetőség is van ott az ebrendészeten, akivel mi nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és én emlékszem még 4-5 évvel ezelőtt, amikor az autóikban is ketrecek voltak, és azokban is állatok voltak. Na most ahhoz képest jóval, de jóval kevesebb kutya került be. Nehéz a munkájuk? Vannak támogatók azért? Támogatóból sos elég, de igen, vannak fix támogatók, akik a kezdetektől velünk vannak és segítenek. Hatalmas segítség volt nekünk ez is, hogy itt a Rex Kuti Otthon Alapítványban melegben ülhettünk és indulhattunk innen. Illetve volt egy állatorvosi segítség a hátunk mögött, azért ez nyilván egyszerűsített a dolgunkat. Tehát akkor itt volt a stáb, itt ültek egy kupaszban mindannyian és ügyeltek? Hát nagyjából igen, bár azt kell, hogy mondjam, hogy a fiúk szinte folyamatosan úton voltak, tehát ők azért elég keveset voltak itt bent. Néha egy-egy akcióból visszajöttek, állatot hoztak, vagy benéztek, megnézték, hogy mi újság van, mi nem voltunk itt velük végig. Hiába próbáltuk sokszor helyjel kínálni őket, hogy legalább ugyanak egy forró teját, de mindig az volt a válasz, hogy nem menni kell, mert folyamatosan érkeztek hozzájuk a hívások, úgyhogy minden tisztelet az övéké, mert azt gondolom, hogy ők tényleg folyamatosan utcán voltak, és folyamatosan járták a várost. Leszűrve a tapasztalatokat, ugye szilveszterkor itt voltak meg, még az azt követő néhány napban is. Megérte? Mindenképpen. Tehát egy kutyáért is megéri, hogyha épségben hazakerül. Ennyi esetben meg természetes, abszolút.